Sziasztok, srácok, itt vagyunk, egy következő videóban megindítjuk a hetet egy vadi új szériával, hiszen visszatértem a jó kis nyaralásból, és meg is kaptam a Collector dobozt, amit ti shortsban láthatok itt a csatornán, hiszen tudjátok, ezeket általában shortsban bontom ki, már amikor, van amikor van külön Mail Day Extra, de is ezzel foglalkozunk, új széria meccsatagszot fogunk bontani, amit a Collector küldött, köszönöm szépen nekik, a meccsatax termékek már elérhetők a Collector webshopjában, www.collector.hu, link ott van a leírásban, úgyhogy bontsuk is ki, ezt nem az egész dobozt, hanem 16 csomagot nézzünk meg, és akkor marad benne még 20, mert 36 csomagos egy ilyen jó display, 12 kártya van egy ilyen csomagban, megdrágult, azt hozzá kell tenni, tehát mert 1000 forint környékén mozog egy meccsatax csomag, ugye ez már a Form 1-nél is észrevehető volt, viszont ami nekem szemet szúr, hogy 900 csomagonként már lehet nyitni aláírt kártyát, azt hiszem ez valami 25-26 display-t jelent, annyit nem hiszem, hogy ki fogunk bontani egy videóban, de sokkal nagyobb az esély az aláírtra, úgyhogy reméljük, ki fog pattani nekünk ennél a széria bontása közben valamikor egy jó aláírt kártya. És akkor ott vannak ugye még, hogy van 1/1-es, per 10-es, per 25-ös, tehát itt van mindenféle számozása neki. Vannak új Black Catch kártyák, meg új dizájnnal, ha jól látom, van benne egy kicsi arany is, tehát sokkal szebben néz ki, mint az előző szerintem. Fekete meg az arany kombináció az mindig nagyon ütős tud lenni. Új Pro Elite Shield kártyák, Energy kártyák, tehát egészen jó szériának tűnik, és képzeljétek el, van egy kártya, amit 500 csomagonként lehet kinyitni, Hálának a Zen kártyája, az meg ilyen 50-60-70 ezrekért megy eBay-en, tehát már kb. Messi momentum szinten van, sőt, azon is van. Láttam már olyat, aki ilyet bontott. Na nézzünk meg, hó! És lehet találni valami golden jegyeket, hogy találkozz Musialával, valami ilyesmi, van németül van ráírva, én meg németül nem tudok, sajnos vagy nem sajnos. Na bontsuk ki a display-t. Az oldalán a kis ragasztást, ami a Form 1-nél valamiért nem volt meg. Bár olyan éles ez a snitzer, hogy a dobozt vágom ketté, azt nézzétek. Na jó, bontsuk ki a diszplét. Kiszedünk 16 csomagot, megcsináljuk úgy, mint a boltokban lenne. Hú, nagyon durván jól néz ki. Na nézzük, innen 4 pak. Ez így már 7. Így legyen 8. 10, 12. Ez így 14, és akkor innen 16, Jézusom, azért ez. De azért számoljuk is le, hogy biztos legyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, és benne van Szoboszlai a Liverpoolban, nagyon fontos ez is. Úgyhogy vágjunk bele a bontásba. Én is most gyorsan visszarázódok a videókba, mert múlt héten előre fel volt véve ugye az összes, 4 darab ment ki Premier nélkül. Na nézzük az elsőt, kódos kártya, a teammate design nagyon szép, ugye már a First Edition multipackben ezt megnézhettük, és Di Maria a Benficában. Jó az igazolás, gyerekek, jó az igazolás, mert azért vannak olyan játékosok, akik már nem abban a csapatban vannak. Van itt egy Taylor a Celticből, ez itt nagyon furán van, úgyhogy haladjunk így, mert itt is fejjel lefelé, meg itt is fejjel lefelé van. Van itt egy Dedic, Salzburgból, utána Aston Villa, méghozzá Diego Carlos, a Real Madridból jött egy Toni Kroos, és nagyon tetszik, most nézzük meg a Barszást is, egy jó Gündogan, hogy a szurkolók vannak a háttérben, ennyire részletes a BS kártya, hogy rendesen a szurkolók ott vannak. Ott a BL-ből van pont kifotózva Barcelona szurkolót, látjátok a Real Madridot, de megnézzük az Arsenalt, ott meg az ágyúsok zászlója van itt Partey mögött, úgyhogy nagyon szép ez a széria. Van itt még egy Foden, illetve egy McGregor, Captain, azért csillog egy kicsit, mert a Captain az csillogósabb, mint a base kártya. Van itt egy Finisher Rashford, egy Cult Hero Chabi Alonso, belőle már van First Edition, illetve az első Heritage Giroud, és de jó a tapintása ennek a Heritage kártyának, nagyon szépek. Kíváncsi vagyok, hogy a Heritage-eket milyen könnyen lehet majd összeszedni. A kártya sorszám ott van lent, védekező támadó érték, minden. Pozíció, csapat, BL-ben szerepel, vagy éppen konferencia ligában, vagy Európa ligában, bár Európa ligásat most nem nyitottunk. Jó, nézzük a következő pakkot. Black Edge-et mekkora lenne megnézni, vagy a Pro Elite Shield-et, vagy az N-kártyát, vagy az aláírtat. Mindent meg akarok gyorsan nézni. Akkor fordítsuk meg így az egészet, és így nem kell mindig fordatgatni. Konaté, egy Aguer, Joao Félix, hát ugye
most egy másfél hete, két hete került a Barcához kölcsönben, úgyhogy itt még Atletico Madrid mezben egy Ugarte, Milinkovic-Savic, na róla már régen tudjuk, a nyár közepétől, júliustól valamikor, hogy Szaúd-Arábiában van, João Mário, van még egy Dani Olmo, itt van egy Grimaldo, és a logók annyira szépek, hogy az valami hihetetlen. Milyen jó csillogása, meg dizájnja van ennek az Arsenal logónak is. Crystal Parallel, Captain Nacho. Durván néz ki ez a kék-sárga Crystal, nagyon szép. Van még egy Battle Ferrati, illetve Man of the Match Signature Style tápszoba. Na, hát srácok, itt jönnek a különlegesebbnél különlegesebb kártyák, azokat ide fentre pakolom, és akkor itt lent meg itt van ez a sok csomag, ami így szétfolyt az asztalon, de jó is ez így, nézzük ezt. Arányokat mindjárt megnézzük a csomagokon, azt elfelejtettem mutatni. Na, így, és a kódos papírt kiszedjük. Lindelöf, Tonali, van itt még egy Militao, azért még azt is szokni kell, hogy mondjuk Tonali a Newcastle-ben van, nem a Milánban. Giroud, úgyhogy itt az új igazolásokat is meg kell szokni. Dybala, egy Ramos, Raum, PSG logó, van itt még egy finisher Lewandowski, miért? Signature style Pedri, de szépen néz ki, ugye digitális aláírás van rajta rányomtatva, illetve egy Heritage Pellegrini még a végén. Nagyon szépek, ezt a pakkot bontjuk ki, ott ne foglalja a helyet a kártyák, annak ha nyitunk még valami különlegességet esetleg, és a csillogósokat így. Jó. Na nézzük, Pedro Gonçalves újra, aztán egy Coates, Dembélé, aki már a PSG-ben van, nem a Barszában, Brahim Diaz, Bennacer, van itt egy Evan Nilsson, egy Bremer, David Silva, egy Captain Calabria, és jönnek a csillogós kártyák, bár már a Captain is az volt, Fambisaka Guardian, Legendary Moment, Shearer Newcastle-ből, nagyon szép ez a Legendary Moment kártya, és milyen sok Heritage-et nyitunk, hiszen jött egy Rafa Silva. Na, hát lehet, hogy nem lesz itt gond a Heritage gyűjtéssel, ha így adogatja őket, és akkor most végre megnézzük a pak hátulján az arányokat, mert ezt az előző csomagnál is elfelejtettem, így szedjük le a szélét. Jó, 527 kártyát lehet összegyűjteni, fókusz, köszönöm szépen, és akkor ott le van írva, hogy mit, hány csomagonként lehet nyitni, nagyon király. Na, bontsuk a kövit. Újra csillogósokat megfordítjuk, ne lássunk semmit. Kódos kártyát kiszedjük. Na nézzük, egy Gordon. Utána Ake, Emre Can, Inigo Martinez, egy Chiesa. Van itt egy Tielemans. Ha megfordítjuk Feyenoordból, egy Hanko. Aztán Kolomuani, van egy Ruben Dias csillogósba. Egy Butler, Goretzka. Egy Cult Hero, Gereger. Nagyon szép, illetve egy következő Heritage. Iglesias, Borja Iglesias a Betisből. Pedig azt hittem, hogy itt a Heritage-ek megint ilyen ritkábbak lesznek, de ezek alapján én nem mondanám azt. Aztán lehet, ha többet bontunk, vagy most van ilyen hatalmas nagy szerencsém, és ha többet bontunk, már nem fognak úgy jönni. Na de nézzük, Trossard Arsenal, egy Hakpo, Militao, jön azért dupla Correa, Okafor, egy Marusic, itt a következő kártyánk egy Taylor, aztán egy Vickers, Bayern logó, következő Crystal Parallel, Eric Garcia, aki már kölcsönben van, tehát nem a Barszában, focizik, azt hiszem, hogy a Girondánál van kölcsönben, még egy Guardian Ellison, és egy Valverde Man of the Match Signature Style, még el is köhögöm magam hirtelen. Na, alakul ez, srácok, mindjárt elérkezünk a csomagok feléhez, de most már azért valami újfajta kártyát megvizsgálnék, amit még nem bontottunk. Zinchenko, Fabinho, hát mondjuk Fabinho Liverpoolban, az is érdekes. Depay, Fabian Ruiz, van itt még egy Silva, utána Acerbi, egy Diaby, Jimenez, és jönnek is a csillogósok, mint egy Liverpool logó, alatt a Crystal Parallel Soler, utána egy Playmaker, ne, már a PSG-ben, és a végén még egy Emery Next Gen, ugye már az a baj, ugye, hogy korábban legyártják meg az erek a szériát, mint az igazolások, de erre vannak ugye az update multipakkok, meg dobozok, hogy úgy lehet majd a igazolásokat frissíteni. Na, folytassuk is. Pedro Gonçalves újra már harmadjára nyitjuk, hogy és az előző valamelyik paknál is Coates volt ugyanígy utána, és ez a Captain nem csillog úgy, mint a többi Captain, érdekes. Egy Asensio, egy Kim,
Spinazzola, Morita, van itt még egy Rulli, utána egy Joe Hart, aztán a Dortmund logó, egy Alfonso Davies Crystal Parallel, itt van egy Mbappé Finisher, illetve egy Legendary Moment Gerrard a Liverpoolból. Nagyon szépek ezek a legendás pillanat kártyák is, hirtelen lefordítva. Bontsuk is a következő pakkot. Kicsit hosszabb videó ez így, de most alaposan megnézzük ezt a szériát, bár nem fogjuk mindegyik kártyát. Főleg a limitáltak a dobozokban, meg ilyenekben azok is nagyon szépek. Egy Ings, utána Anthony, Mukiele, Alfonso Davies, ugye itt van a Crystal kártyája, Luis Alberto, Taremi, ott nagyon jön valami a végén, amit különlegesnek néz ki, Jézusom. Egy Virc, egy Sucsek, na nézzük, Barcelona logó, utána egy Finisher Nunez, aztán egy Card Hero Pierce, és az Energy kártya, te jó Isten, egy Tchouameni. Azt a mindenit, de milyen jó a design! Jó ég, rendesen ilyen energia robbanás van a háttérbe. Pont erről beszéltem itt a display elején. Azt a mindenit, de szépen néz ki. Hú, hát ez már, ha nem lennének rajta számok, bár így is kicsit ilyen prémium hatást kelt. Nagyon durva az Energy kártya. Csak nyitottunk valami különlegeset is. Itt a csomagokból mi a jó Pro Elite Shield? Upamecano. Nem számozott alap, hátulján leírás. Tehát olyan durván jól néz ki. Mik ezek a csomagok? Mik ezek a pakkok? Az igen. Hát akkor nézzük már meg a csillogósokat is. Koke Captain, Eliminator, Ogbonna, Legendary Moment, Ronaldinho. Rettentően bejön ez a széria, te jó ég. Dalo, Burn, Lámer, Gittens, Romagnoli, egy Diogo Costa, illetve még egy Rangers-ös csolák. Hát, srácok, most kell egy kicsi pár másodperces szünet. Egyrészt elrendezem. Pro Elite Shield. De nem számítottam, hogy már rögtön ebben a videóban meg is nézzük az Energy kártyával együtt. Nagyon-nagyon kemény. Újra csillogósok. Otamendi, egy Guardian Zuma, illetve egy Man of the Match Signature Style Oblak még a végére odaficcem. Nagyon szép ez a széria. Bár nekem a base kártyák jönnek be a legjobban, mondjuk a Man of the Match se semmi, illetve a, hát igazából mindegyik nagyon szép. Ami nekem fura, hogy az összesnek ilyen ezüst kerete van, ami csillogós, de maga a design az nagyon-nagyon bejövős. Na, következő pakk. Most a csillogósokat a végére hagyjuk. Van itt egy Villok, egy Walker, egy Munier, Pedri, João Mário, egy Barella, utána jön egy Merino, egy McCrory, Jézusom, de fura neved van, egy Ulmer Captain, utána egy Eliminator Lisandro Martinez, egy következő Man of the Match Signature Size Salah, illetve egy Heritage, amit már úgyis rég bontottunk itt a pakkoknál, egy Immobile a végén. Hát a Man of the Match kártyákkal se lesz különösebb gond, ahogy elnézem. Na, menjünk is a következő csomagra. És tök jó, hogy 12 kártyás egy ilyen pak. Tomiyasu, egy Robertson, Joselu, Carrasco, Leao, egy Mancini, van itt még egy Gertruda, egy Szó, a Real logó, utána egy Brandt Crystal Parallel, már nem is fér ide kb. Az asztalra. Itt van még egy Guardian Donnarumma, illetve a végén egy Next Gen Tel. Meg oké, hogy drága, de 900 csomagonként lehet nyitni aláírt kártyát, tök jó Pro Elite Shield-ek, illetve Energy kártyák is kipattannak, és a Black Jack, tudjátok, az előző meccsatak szériákban is értékesek voltak, ahogy csak beszélni kell róla. Morata Black Edge Edition. Mi ez a bontás? Mi ez a bontás? De most komolyan ugyanolyan prémium a hatása, mint a felülete. Szerintem sokkal szebb a dizájn, több csillogóst is kapott, és ez az arany, ez mindent visz. Hát srácok, van itt Black Edge, Pro Elite Shield, minden ami kell. Hát mindjárt kibontunk még egy aláírt kártyát a végén. Na, az még kemény lenne. Bonucci Captain, Butler Cresswell, utána Next Gen Ramsey, Lindelöf, Tonali, Gravenberg, Reina, Silva, Mkhitaryan,
van még egy Hammers, illetve egy Kubo a végén, utolsó előtti csomaga videóban. Végére hagyjuk a csillogósokat. Na nézzük. Egy Calvin Phillips, utána egy Jorginho, Frenkie de Jong, egy Valverde, Theo Hernandez, egy Cristante, van nekünk még egy Pereira, utána egy Max, a Unitednek a logója, aztán egy Playmaker Rafinha, utána Man of the Match Signature Style Kevin De Bruyne, már nem is tudom hova tenni, illetve a végén még egy Royce Heritage. Na nézzük, hogy az utolsó pak mit kínál nekünk. Csillogósokat a végére. És, na, van egy Konaté, utána egy Aguerd, aztán van egy Emre Can, utána egy Inigo Martínez, hát jönnek duplák rendesen, egy Galeno, Calhanoglu, van itt még egy Taylor, egy Vickers, aztán egy Oyarzabal, van még egy Butler, Rodri, itt van egy Next Gen, Kivior, és a végén 100 klábost is meg tudunk nézni, Ederson. Döbbenetesen jól néz ki a 100 kláb srácok, azt a mindenit. Jézusom, ez hogy tud ilyen jól kinézni? Ide tesszük. Hát ennél a bontásnál nem is tudtam volna most jelenleg többet kívánni. Blackest, 100 kláb, Pro Elite Shield, Energy kártya, majdnem minden meg, szerintem minden megnéztünk, ami így fontos. Hihetetlen, hihetetlen, nagyon szép a dizájn, nagyon belelendülünk majd ennek a szériának is a gyűjtésébe. Ha srácok, ez lett volna ez a mai videó, ott van a link a leírásban, hogy meg tudjátok venni ezeket a király csomagokat, kártyákat, multipakokat, blistereket, lesz majd a korlátlanul hamarosan filmdoboz meg, kezdőcsomag is. Ha srácok, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, találkozunk a következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!